sokan laknak társasházakban. Ez a létszám a megyénk lakosságának kb. 20%-át jelenti, azaz 60 ezer embert. Hatósági szakemberek várják a lakosság tűzmegelőzéssel kapcsolatos kérdéseit a Társasházak napja elnevezési országos konzultációs program kapcsán. Többek között arra is szeretnék felhívni a figyelmet, hogy az ilyen típusú épületeknél, amennyiben nem tartjuk be az előírásokat, szabályokat, azzal nem csupán saját, illetve családunk testi épségét veszélyeztetjük, hanem az egész lakóközösségét. Tűzvizsgálatok is kimutatták, hogy az elektromos berendezések, vagy az elektromos rendszerek túlterhelése az első öt ok a lakástüzek kialakulásának. Nagyon fontos, hogy az elektromos rendszerünket szakemberekkel vizsgáltassuk át, és a társasházaknál is a közös helyiségeknek az elektromos berendezései, elektromos rendszerei szakemberekkel legyenek átvizsgáltatva a tűzbiztonsági okokból. A katasztrófa védelem munkatársai emellett a kémény ellenőrzések fontosságát is hangsúlyozták. Mint elhangzott, a társasházakba egy előre megírt sor munkaterv alapján érkeznek a kéményseprők, erről egy hirdetmény segítségével tájékoztatják az ott élőket. Azoknak, akik az első két időpontban biztosítják a bejutást, a tűzmegelőzési munkát ingyenesen végzik a szakemberek. A kampány bár november 26-áig tart, az EGRI, illetve Gyöngyösi kirendeltség munkatársai az alábbi e-mail címen, illetve a képernyőn látható telefonszámon egész évben várják a lakosság tűzmegelőzéssel kapcsolatos kérdéseit.